Pipi, gyerekek. Ez itt a tételezzük fel. Na, itt van az első. Itt van az első este, és milyen jó idő van, meg majdnem azt mondtam, hogy süt van, de ez nem süt. Éjszaka van, viszont hatalmas nyári szezon beindult. Hát betonból jön ki a forró gőz szinte. Baromi nagy feeling ilyenkor biciklizni. Hát tételezzük fel, hogy egy ilyen huszárvágással pedig belemenjek a témába. Tételezzük fel, hogy az ember nem ehetne húst. Tehát egyáltalán tételezzük fel, hogy valami olyan méreganyagot tartalmazna a hús az ember számára, ami nem használható, illetve hát maga a hús sem lehetne használható az ember számára, semmilyen olyan tápláló anyagot, meg ásványi anyagokat, meg semmit nem tartalmazna. És tételezzük akkor megint fel, hogy most már 6-szorra, hogy még mérgező is lenne, tehát mondjuk egyáltalán ilyen negatív hat, ami egyébként tegyük hozzá, hogy valahol meg igaz is, mert rengeteg méreganyag van a húsban, de hogy ettől függetlenül nem ehetne az ember egyáltalán húst, tehát teljesen vega lenne az ember, illetve növényevő lenne ugyanúgy, mint mondjuk számtalan állat. És ez milyen érdekes lenne, hogy mi a szart csinálnánk ezzel a sok állattal. Ezen gondolkodtam, hogy akkor azért biztos tartanánk attól még disznót is, mert nem tudom, csak megölnénk, nem? Hogy kitömnénk, vagy valamit csinálnánk vele, szóval nem hagynánk mi ezt, hogy vagy akkor poénból ölnénk meg őket, vagy nem tudom, milyen az ember, de hogy akkor ez a rengeteg állat meg, hogy miként változna meg az ökoszisztéma, ez itt a kérdés. Hogyha az ember csak növényt enne, az biztos, hogy nem lenne McDonald's például, de lenne biztos, akkor túrós csúszás, az nem lehet, túró fán, kálcál, nem tudom mit. Pitét. Ja, de pite amúgy is van, 270 ezer plusz szálfáj. Tehát akkor csak ilyen növényes dolgokat tennénk, illetve nem látnánk a halacskákat túszkálni a Tesco-ba, a mederbe, ilyen egy négyzetméterre bepakolva mondjuk 270 darab ponty. És hogy bár lehet, hogy beraknák akkor is, mert legalább látványosság, meg tök vicces leütni őket, és aztán kiadni csak úgy, hogy vigyed haza, nem tudom, akkor is vinnénk haza belőle. Hát amilyen az ember, még az is lehet, nem? Hogy tudom, ilyen 250 forint lenne egy leütés, egy hal, és akkor leüttetnéd, mert szerinted vicces. Na jó, mindegy, ebből nem a hülye állatkínzós témába akartam megint belemenni, de hogyha egyáltalán nem lenne szükségünk húsra, illetve hát vicces mondjuk, mert így sincs szükséged rá, de mondjuk ez már megint más dolog, mert szerintem megvan, de na, össze-vissza beszélek magam ellen. Szóval van is, meg ugye, na, tehát szerintem szükség van a húsra, mert olyan tápértéke, meg olyan dolgok vannak benne, más nem tud megadni, viszont anélkül is ugye elélnél, na, maradjunk ennyibe. Tehát nem halnám meg, de hogyha viszont arról beszélünk, hogy meg is halnál esetleg, ha húst tennél, illetve hogy teljesen mérgező lenne, hogy akkor szerintetek milyen érdekes dolgok alakulnának ki így a Földön? Tehát, hogy túlnépesednének például az állatok, vagy nyilván nem is tenyésztenénk direkt őket, hát nem lennének ilyen farmok, meg megszűnne ugye a hússal való kereskedés egyáltalán, hogy még több zöldséget termelnénk, vagy egy idő után csak kitalálnánk valami olyasmit, ami a húshoz hasonló, csak zöldségből van, ami mondjuk most is a szója, vagy amivel utánozzák. De hát akkor meg nem szeretnénk utánozni, mivel nem is szeretnénk valószínűleg, mert olyan dolgot nem eszel, aminek nincs értelme. Tehát mondjuk ez is érdekes, mert alkoholt megiszol, bár mondjuk annak van értelme. De hogy ami nem feltétlenül szükséges az a túléléshez, vagy nem feltétlenül szükséges az emberi szervezetnek, ugye? Ilyen dolog például nyilvánvalóan az alkohol, meg stb. Stb. Bár most sokan azt mondják, hogy alkoholra igenis szükség van a szervezetnek. Én is ezt mondom egyébként. Viszont nagyon érdekes dolgok alakulnának ki biztos. Kíváncsi vagyok, hogy
erről ti hogyan vélekedtek, hogy teljesen vega lenne igazából mindenki a világon, Csibbe nagy örömére. És akkor, igen, mondjuk az is érdekes, hogy akkor egyáltalán, ha mindenki vega lenne, próbálnánk az állatokat is rászoktatni, tényleg mi is, hogy attól még, ha mondjuk mi vegák lennénk a házi állatunk miatt, megölnénk egy állatot, vagy levágnánk egy csirkét, mert hogy ő azt szereti. Hát nem tudom, szerintem azért lehet, hogy le, nem? Mert mégis ő meg kutya, meg ellátja a feladatát, meg megvédi az otthonodat. És még sorolhatnám. Itt átmegyek. Átmentem közben, csak nem akartam, hogy fullvének nézzenek, mert most még egyszettem sincs bedugva, és közben beszélek arról, hogy vegetáriánus az emberiség, és a poénból tenyésszük a disznót, mert jól néz ki. Na, én ezen átmegyek, úgy döntöttem. Ezek a diszmotorok elmaradnának az ember életéből, meg akkor hogyan fejlődne, milyen úton, módon, vagy akkor például egy füvet ennénk, amit rendeset, ilyen utcaszéli füvet táplálkoznánk, hát biztos akkor nem nőne ennyi direkt az utcán, mert ott legelnék az emberek, nem? Leülnénk két sör mellé, és így közben téped a füvet, és az zabálod, és akkor biztos az is el lenne kerítve, már meg tök drága, ilyen gabona, meg fűizét lehetne kapni, csak így ilyen az állatoknak a kiszárított szénaszalma, nem tudom. És hogy azt zabálnánk, hát nem tudom, hogy miket főznénk abból, de valamit biztos kitalálnánk, fűleves, vagy ilyesmi. Hát nem lenne patalpöri, az biztos. Bár tegyük hozzá, hogy valószínűleg az ember az olyan, hogy hiába nem lenne szüksége mondjuk a húsra, hiába lenne mérgező vagy nem tápláló, attól még lehet mondjuk, hogy az íze meg íz lenne neki, és hogy azért is enni. És akkor még drágábban lehetne kapni, mert hogy senki nem akarja megenni. És úgy lenne elkészítve, mint mit tudom, amikor megsütik ezeket a bogarakat, vagy mit tudom. És akkor ugyanolyan különlegesség lenne, biztos vagyok benne, hogy csinálnának ilyet amúgy. Nem? Elég hülye az ember ahhoz, hogy simán megesszük, megisszuk azt is, ami rombolja, meg roncsolja a szervezetet, mert szívjuk a tüdőnkbe a nikotint, meg a kátrányt, mert szerintünk az vicces. Roncsoljuk a szervezetünket egyfolytában mindenféle narkotikummal, illetve mindenféle ilyen élvezeti cikkel, akkor végülis a hús is lehetne ilyen majd akkor. Hogy mérgező, meg nincs rá szükség, de tök menő húst ropogtatni egy diszkóba, egy sör mellett. Jó, hát ez mondjuk... Nem ittam egyébként semmit, meg semmit nem is szívtam, de azt hinnétek, hogy ez most azért jutott eszembe. De csak úgy elkalandoztam, hogy milyen lenne, hogy azon botránkoznánk meg, hogy valakinek fűből van a ruhája, hogy a rohadék leszedett egy csomó füvet, parlak fűből van a nadrágja, pedig milyen jót lehetne főzni abból, illetve egy parlak fű nadrág, mondjuk allergiásoknak az nem biztos, hogy menő ajándék lenne, úgyhogy hát én azt mondom, hogy parlak fű nadrágot
ne vegyetek semmiképpen, hogyha eljön ez az idő. Legalábbis annak előtte kérdezzétek meg, hogy nem allergiás rá, illetve hát viccből meg lehetne venni neki parlagfű kulcsit vagy sálat. A legjobb szerintem, hogyha mondjuk egy ilyen Scorpion vagy Sub-Zero maszkot készítenénk parlagfűből, és azt dobjuk rá egy ilyen buli kellős közepén. Vagy hát aki mondjuk porallergiás vagy ilyen atkákra, akkor abból készíteni egy ilyen maszkot és azt ráadni. Ez tök vicces lenne szerintem. De most egy picit elkalandoztam, hogy ilyen apkagyárat kéne létrehozni, ahol ilyen vicces dolgok lennének. Emlékszem, hogy régen volt Dili volt egyébként. Vettem is egy műszart. És hát oda be lehetne tenni például ezeket a dolgokat. Mert tegyük hozzá, hogy 6 dologra vagyok allergiás. Úgyhogy nagyon megszívnám. Bár amióta meg sportolok, ez tök jól megszűnt. De hát biztos olyan dózis lehetne kapni, hogy még én is megszívjam ezzel. Na mindegy. Tehát már nem tudom, mi volt a lényeg ennek a vlognak, valószínűleg semmi. De azért a kérdés még mindig marad, hogyha mérgező lenne a hús, meg semmi értelme nem lenne húst enni, akkor is ennénk-e húst? Mert szerintem ennénk. Mert most ki a faszt érdekel, hogy szar, amikor tök finom egy jó zsíros kolbász, nem? Pedig megmérgezed magad vele. Bár mondjuk akkor meg lehet, hogy nem ízlik egyáltalán, mert az evolúció az így csinálja meg, illetve hát valószínűleg a genetika, meg az egész, hogy fejlődik az ember, nyilván ez a csodálatos az evolúcióban is, hogy úgy fejlődik, hogy azt teszed, amire szükséged van, meg úgy fejlődsz ki, amire szükséged van. Lásd a zsiráfnak, miért lett ilyen kis pici nyaka, leszedje a kis növény. Lehet, hogy ilyen kurva hosszú nyakunk lenne mondjuk egy, mit tudom én, 250 év alatt, és legelnénk le a lombokat, és akkor az összes szögessel lenne körbevéve, mert legalábbis Magyarországon biztos, ott nem lehetne csak úgy legelni, hogy bele lenne vezetve az áram. Külföldön meg bárhol lelegelhetnéd a leveleket, és az eBay-en lehetne rendelni parlagfű jacket. Na hát, gyerekek, megérkeztem haza. Ezen azért gondolkodjatok el, mert azért ez egy fontos dolog.